lakossági helyszínen fog játszódni. Ez nagyon kemény. Véres falak kezdünk. Ez nagyon jó. Hú. Na, tehát... Ez egy krimi lesz. Emberek, horror mese következik. Horror esti mese. Hú. Ott van a National Bank of Greece. A görög nemzeti bank. Kinyírtak egy... Rád, ennyi a címe. Egy pirosat. Jó, akarod kezdeni? Tesszük? Nem. Jó, akkor a görög nemzeti bankban megöltek valakit. Az jó kezdésnek, nem? De hát kívül van a vér, mert átázott a fal, vagy mi? Hát lelőtték, és átspriccelt oda a vér. De azt mondod, hogy a bankban, ez meg kívül van. De akkor a bankban elterjedt a hír, hogy a bankon kívül megöltek valakit. Tehát akkor ez egy krimi lesz, és úgy kezdődik, hogy megöltek valakit. Hát krimik úgy kezdődnek, nem? Aljas módon, mint a Kalambóba, tudod így. Eltervezi, és gondosan kitervelte a gyilkos, és aztán megölte az áldozatot, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda egyelőre, de a görög nemzeti bank előtt történt az eset, és egy nagyon eszes nyomozónak ki kell derítenie, hogy miért vörös a fal. Miért vörös a fal. Jó, megöltek valaki. Nem tudjuk ki, meg ki, meg senkit. Nagyon leegyszerűsített. Vörös a fal. És szürkék az utak. Oké. Okay. Hát itt a nyomozó, aki nagyon gondolkodik. Annyira koncentrál, hogy észre se veszi, hogy az óra előtt süllyed el egy óra. Egy macskával. A macska is nagyon gondolkodik, azt se veszi észre. Az a társa. Nevezzük el a nyomozókat. Meg a macskát. Hát ami... akkor legyen pörkölt. Ne, a cilike volt. Akkor legyen a macska cilike. Cilike 2. Cilike emlékére a tibetiek elnevezték egy macskát. Cilikének, Cilike 2-nek. Cilike 2, mert Cilike 1 az pörkölt lett. Hát, ha belőle nem lesz pörkölt. Cilike fekete pamacs. Ha nem megy a kínai közelébe, akkor nem lesz semmi baj. Meg a part 3 szitakötő közelébe. Ja. Igen, hát akkor Cilike 2, a nyomozó pedig legyen... Busa? Nem, felejtsd el. Nem is tudom. Natúrtej. Natúrtej. Most... Szóval jön. Nevezzük el akkor kampónának. Likőr volt. Jó, legyen likőr. Csak jön a következő. Vagy cigizik? Nem. Likőrzik. De akkor most eljössz. Ja. Ez a nyomozó szabad idejében extrém sportokat űzött sárga gatyában a havas tájak fölött. Így repül likőr. Így repül likőr. Extrém sportolás közben. Igen. Közben azon gondolkodik, hogy olyan ki volt egy ügyes. Igen. Ez a sport segítette a gondolkodását. Oké. Erre jutott. És a sok gondolkodás után rájött, hogy az áldozat egy madár. Wow. Egyébként nem volt hulla. Honnan tudtuk, hogy gyilkosság történt akkor? Hát így indult a történet, hogy annyit tudunk, hogy valakit megöltek. Tehát hulla az van, csak azt nem tudjuk, hogy ki az, meg azt sem tudjuk, hogy ki lőtte le. De most már tudjuk, nem, mert hogy az áldozat egy madár. Nem. Ő az áldozat volt. Hát egyértelmű, gondold már végig. De várjál, nekem még nem logikus, hogy a görög nemzeti bank elét miért lőttek le egy madarat. Vagy hát ez a következő titok, ez a következő. A piros párnák miatt törték meg a madarat. Igen? Aha, mert... Mert? Mert ezekben kincs van. Aha, drága kincs van bennük. Jó, semmi gond, ezt következővel helyrehozom. Hát arra, feltűntek a piros... Feltűntek a párnák, hát most... Gyilkos nyert, igen. Jó, oké, nem tudom helyrehozni. De gondolk, hogy lesz logikusabb ennél is a történet? Hogy lesz ennél logikusabb? Hát...
Csak egy szék lehetett a tettes, akinek nem volt piros párnája. Ó. Megvan a tettesünk. De te a szék volt a tettes. De ez vérfoltos. Nem. Ez a gyilkos fegyver. Azért véres. A gyilkos fegyver a csőre volt, és a vér, a nyomok egyértelműen pelikán. Hát minden tiszta. Nem. Flamingo. Flamingóhoz Flamenco vezette. Flamenco con las multitas lesz. Nem, hát tök tiszta. A madarat lelőttek egy madárral. Hogy tudtak lelőni egy madarat egy madárral? Kilőtték a madarat a madárnak. Akkor... Senki se gyanakodna egy madárra, mindenki pisztolyra gondolna. Tökéletes bűnügy. Büntény. Ez kö... És... Fú. Megvannak a piros... Piros mi? Piros párna van a lónak a szájában. Hát, ja, van pár piros szín rajta. Figyelj, Buszkasi. Buszkasi volt a Buszkasi. Tehát itt lovagolnak, azért lovagolnak, mert jönnek a rendőrök, és el akarják kapni a székeket. Nagyon komoly, nagyon izgalmas üldözés vette kezdetét, ahogy a lovas rendőrök üldözik a székeket. Annyira izgalmas és gyors volt, hogy a székek lemaradtak a jelenetről. Nézd meg, egyik rendőr épp leesik, ez... Milyen? Nem volt bekötve. Nem volt bekötve a biztonsági jövő. A kocsiba. Az egy lóerős kocsi. Ló. Hányan? Ez egy templom. Temették az áldozatot. Temették. Hát, minek lenne különben templom, most gondolkodj. Ott rejtettük szóval, igen, tehát a temetésen kiderült, hogy az áldozatban rejtették el a párnákat. Az igen. és mert hogy, na mindegy, jó. Ez úgy derült ki, hogy véletlenül kinyílt a szája. És kiesett belőle a... És kilátszott a párnának a bojtja. Vagy az a rojtja, vagy mi. Csí, ez menkem morul. Jézus! Ez meg mi? Egy nő. Na nem. Akinek kilátszik a melle. Nem, csak egy része. Jó, hát... ez a pap. Hát ne. Miért? Ő volt a papnak a lánya. Annyira nem... Mi? Semmi, a papnak a lánya. Ó, ettől persze, a pap lánya, ő vette észre a párnát, persze. A párna rojtját. A párna... Bojtját. Valamit, ami kilógott a párna. Rojtját, a rojtos bojtját. Úgyhogy már csak azt kell megfejtened, hogy került a párna a modellba. Majd te, következő. Utolsó. Mindenről a nénik tehetnek. Mindenről a nénik tehetnek. Ez egyszer. Látod, itt van a pénzmosó műhelye. Nem, ez a magmosó műhely. Most a így van. És ez volt a párnában, ez volt a kincs. Így van. Ez volt a kincs, és erre jött rá a madár. Milyen madár? A nyomozó likőr. A likőr, de a madár. Mert azért vették meg a madarat, mert rájött, hogy a piros rojtos bojtos párnában vannak a magok, amik kincset érnek, és ezért megölték őt a székek egy flamingóval. Ennyi, gyönyörű mese volt. Kitáltam egy tök jobb fejezést. Sose hallottam egy ilyen szép mese. Mit? Szép álmokat, gyerekek. Ne szórakozzatok a nénikkel.